Békés Csabai Szakképzési Centrum, Kós Károly építő, fa és szolgáltató ipari szakgimnázium és szakközépiskolában több fodrászatot tanuló diák, tanár is részt vett a szalontréningen. Itt megismerhették a különféle új hajfestékek, színezők és termékek hatását, használatát. Azon tanulóknak, akik országos szakmai versenyeken vesznek részt ebben a szakmában, ez a tréning kiváló alkalmat jelentett a felkészülésre. A gyerekeinknek ez nagyon jó abból a szempontból, hogy új technikákat és technológiákat ismerhetnek meg. Olyan színeket láthattunk már most, amit eddig még nem igazán, tényleg úgy működik, mintha temperával festenénk. Nagyon köszönjük a lehetőséget arra, hogy a szalontréninget nálunk rendezik meg, és nem csak a gyerekeknek, hanem az oktatóinknak is jó lehetőség arra, hogy az újdonságokkal megismerkedhessenek. Ez azért is fontos, mert számunkra igazán sokat jelent az, hogy fodrász tanulóink folyamatosan bekerülnek az országos szakmai versenyekbe. Magyar Trihológusok Egyesülete az első hajgyógyászati egyesület Magyarországon, amely jogi képviseletet is ellát, és a szakmában továbbképzéseket is folytat. Nem hajápolással, hanem hajgyógyászattal foglalkoznak, ezért, ha valakinek hajproblémája van, hozzájuk fordulhat. Igazából azért volt ez szükség, mert Magyarországon jelenleg a hajgyógyászat nem szabályozott szakma, és szeretnénk azt, hogyha mindenki tényleg magas szinten tudná azt csinálni, amire szükség van. Tehát, hogyha bárkinek szüksége van támogatásra, hogyha kérdései vannak, ha többet szeretne tanulni, mint kolléga, akkor ebben fogjuk segíteni. Itthoni, illetve külföldi professzorokkal is együtt fogunk működni. Az első magyar trihológiai kongresszus az május 20-21-én lesz Siófokon. A bemutatón a látogatók megismerkedhettek a hajradír hatásával, kipróbálhatták az új színezési technikákat, és megfigyelhették a keratinos kezelés előnyeit is. Ugye mi eddig csak kizárólag hajgyógyászattal foglalkoztunk, viszont azt vettük észre, hogy egyre nagyobb az igény olyan szépészeti termékekre, itt elsősorban hajfestékekről van szó, hajszínváltoztatásról, ami nem roncsolja a hajat. Tehát szem előtt tartja az, hogy kiméljük, védjük, tartsuk egészségesen a hajat. Ezt fogjuk ma előadni, hogy hogyan lehet a haj megvédésével, akár a fekete haj szőkét is csinálni. Az előadók külön kihangsúlyozták, hogy csak is olyan anyagokkal dolgoznak, melyeknek kevés ammónia tartalma van, és amelyek nem roncsolják a hajat.